és bár lent marad, de Iványi szerint nem történt szabálytalanság. Hoppá! Mit csinálsz, Topira? Iványi szerencsére nem veszi zokon a dolgot. Iványi belefújt a sípjába, nem tudom, ezt látták-e, de amit lefújta a meccset, Topira dühösen belerugott a labdába, és úgy, ahogy van, 30 méterből telibe Iványit. Most megy oda és kér elnézést, ott érdemes nézni a kép közepére, pillanatban összeütik a kezüket, a bal hátvéd és a játékvezető, hogy nincs harag, jól célzott Topira, ha egyáltalán volt ilyen hátsó szándéka, hogy eltalálja a játékvezetőt, gondolom, hogy amúgy nem, de nem volt jó a dolog optikája így a lefújás utáni másodpercekben.